Tű, szevasztok, kedves emberek, tesztelekre mindenek, figyeljetek, Honda CB500X, mondhatnám azt is, hogy ő ma a főszereplő, de ahogy így majd körbejárom a motort, akkor látni fogjátok, hogy nem csak ő a főszereplő, hanem bizonyan legyek, akik ebben a füllett levegőben, illetve időben már is előkerültek. Továbbá a háttérben útat kaparó kis munkás emberek, aki a méltán világhírűt Lentúra és Vátszent László közötti borzalmas minőségi utat próbálják meg egyengetni, egy kicsit jobb minőségűvé tenni. Hogy ez mennyire sikerül nekik, azt ma még nem tudom megmondani, hiszen már raktam föl videót, az borzasztó volt, de nem is ez a lényeg, hanem a Honda CB500X. Nemrég raktam fel egy videót, egy rövidke kis videót a Honda CB500F-ről, ami ugye egy teljesen más motornak kéne, hogy legyen, illetve nem is kéne, hogy más legyen, hanem pontosan ugyanilyennek kéne lenni, csak ugye mégsem. Tehát, hogy mégis másképp van kialakítva a váza, más a tankja, más az ülése is ezen a motoron, már mint a CB500X-en nyilván magasabban ülsz, magasabb az ülés pozíció, beszélni hurrán megint nem tudok, magasabb a kormány, viszont zseniális mindkét motor. Az 500F-et azt nagyon szerettem, az 500X-et azt pedig most hoztam el, egy órát motoroztam vele idáig, és bizony arra kellett rájönnem, hogy ő közelebb áll hozzám, annak ellenére, hogy az 500F az, ahogy már mondtam, illetve ahogy említettem abban a videóban, nagy szerelmem lett, hiszen nagyon hasonlít a Hornetre. Ez az 500X, ez pedig tudom, hogy ezek nagy szavak, meg hogy jaj, most jönnek majd a hozzászólások, hogy hülye gyerek, ez nem is így van, meg a szóval nekem ő egy kicsit ilyen, olyan, mintha egy kisebb Afrika Twin lenne, tehát mint egy ilyen kis Afrika Little lenne, így szépen angolosan kiejtve, pontosan angolosan úgy kellett volna mondani, hogy Afrika Little. Na, szóval kicsit ilyen terepesebb, nagyon jól tompítja a borzasztó utakat, nagyon jól tompítja a kátyukat, a külső lőúton, ahogy jöttem befelé, hát a kátyukat még inkább elnyelte, mint az 500FS. Szóval az 500, nem FS, hanem az 500F nevezető, igen, értitek, na mindegy is. Szóval az 500X így az első egy órás motorozás után hozzám egy kicsit közelebb áll, és ne felejtsük el azért, hogy ennek legalább van szélvédelme, itt azért előre kapott egy elég nagy plexit, és bizony ez az elég nagy plexi, de kár, hogy beszédes műsort csinálok, és közben meg beszélni nem tudok, na mindegy is. Szóval ez a plexi, ez itt elől, ez nagyon jól vágja a levegőt, igazából én ugye a 180 pluszos magasságommal, hát annyit térek el, vagy annyit érzek pontosabban, hogy hát nagyjából így a fejem felső részére érkezik meg a szél, mellkasra szerencsére ennél a motornál már semmi. Itt már tényleg az van, hogy tök jól tompítja, tök jól vágja a levegőt. A műszerfala az nem tudom, hogy mennyire látszódik, az egyébként teljesen hasonlít az 500F-re. A kormány kialakítás is egyébként ugyanilyen szép kis mod fekete, a tükrei zseniális, a pillanatokat be lehet állítani, és már látszódhatok is benne kis kopasz fejemmel, meg a felhőkkel, hogy hurrá, hurrá, hurrá. De hogy nézzétek meg a tankja egy kicsit azért, sőt nem is kicsit, hanem teljesen más, és azért az a kialakítás, hogy itt vágja a combnál, az bizony itt is előfordult az 500X felirat alatt, ott azért vágja a levegőt ez a motor is. Röviden most ennyi, aztán majd jön a Begurulva Autó és Kütyű Mustra podcastban, jön erről egy hosszabb videó, megint dadogok, hebegek, habogok, jön erről egy hosszabb videó is, és akkor majd azért szépen kivesézem azt, hogy ez a nagy párnázat ülés, ez mennyire kényelmes, szépen kivesézem azt, hogy milyen hangja van a kipufogónak, szépen kivesézem azt, hogy milyen hangja van a motornak, de azt egyébként, hogy milyen hangja van a motornak, azt lehet, hogy akár már most is kivesézhetnénk, hiszen mi lenne, ha olyat csinálnánk, hogy ugye ez itt szépen lizélven gyújtás van rajta, és akkor nézzük meg. Szóval maradjatok velünk, tesztelek-e mindennek, ahoj, szevasztok, és aztán jönnek majd fotók, videók, Begurulva, Egyszer beláttam autót, Trollverda, Mi az a blogger, Berta Press, mindenhol is kövessetek, szeressetek, iratkozzatok fel, és gyorsan szóljatok hozzá, hiszen hebegtem, habogtam, mondtam hülyeségeket, ugassatok le, tesztelek-e mindennek, szevasztok, cest la vie!